Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Palóznak faluból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szombat délutánon leforgatok nektek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba. De még mielőtt belevárnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg kell köszönnöm annak a 658 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! Igen, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, konkrétan 658-an fő vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra, amit én természetesen nagyon szépen köszönök nektek. Nos, lányok és fiúk, akkor lassacskán bele is vágok ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. És ez a videó tulajdonképpen az ezt megelőző két videónak lesz a folytatása. Remélem, hogy ebbe a videóba is velem fogtok tartani, mint ahogy azt is merem remélni, hogy az ezt megelőző kettő videómat is megnéztétek. És ezen a mai napon ez már a harmadik videóm lesz. Úgyhogy lányok és fiúk, lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba. És ahogy mondottam, nagyon szépen köszönöm én annak a 658 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! Nos, lányok és fiúk, akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba. Ha gondoljátok, tartsatok velem! Úgyhogy jöjjön hát egy újabb videó tőlem, Fricitől, egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó. Tartsatok velem! Nos, lányok és fiúk, folytatom tulajdonképpen azt a sétát, amit az ezt megelőző videóban itt fejeztem be. Vagy az ezt megelőző videómat konkrétan itt fejeztem be, és innentől fogom tovább folytatni a sétámat, majd abba az irányba. Tehát majd itt van egy útkereszteződés, amint látjátok, lehet egyenesen is menni, lehet jobbra is menni, meg lehet balra is menni. És én majd balra fogok menni mellesleg. Tehát én balra fogok menni egyértelműen majd. Tehát én majd balra fogok menni, az amelyre tulajdonképpen az az autó ment. Arra fogok majd én is menni. Tehát itt van ugye egy útkereszteződés, amint látjátok, lehet egyenesen is menni, lehet jobbra is menni, jobbra, arra felé, meg lehet balra is menni, amerre én fogok menni, abba az irányba. Hát lányok és fiúk, akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba. De előbb megmutatom nektek, hogy honnan is indítottam el ezt a videót. Tulajdonképpen ezt a videót innen indítottam el. Ugye itt fejeztem be az ezt megelőző videómat is. Ugye ezt a videót konkrétan innen indítottam el. Ettől a helyszíntől. Az ott a háttérben ugye a Csákányhegy. Mert az ott a Csákányhegy, ami most ott a háttérben van. És ha tovább fordulok, abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arra felé van Csopakfalu, tehát abban az irányban Csopakfalu van, én onnan jövök, és folytatom tovább a sétámat, nem arra, mert onnan jöttem, hanem visszafordítom magamat irányba, Palóznak falu felé arccal, tehát az ott ugye a Csákányhegy ott a háttérben, amit most éppen láttok, tehát az ott a Csákányhegy, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt van egy ingatlan, és akkor irányba is állítom lassan magamat, és akkor folytatom tulajdonképpen azt a sétát, amit az ezt megelőző két videóba elkezdtem, és ebbe a videóba fogom folytatni azt a sétát, amit, ahogy mondottam, az ezt megelőző kettőbe elkezdtem. És akkor lassacskán irányba is állítom magamat, és már irányba is állítottam magamat, lányok és fiúk, és akkor el is indulunk. Tehát el is indulunk, folytassunk tovább a sétánkat, haladunk tovább. Amúgy ez volt a Kishegyi út, amúgy, jó tudtam. Tehát ez volt ugye a Kishegyi út tulajdonképpen, ugye itt van egyértelműen, hogy Kishegyi út.
idáig ezen a Kishegyi úton sétáltam konkrétan, de ezt a Kishegyi útat én most el fogom hagyni, mert rá fogok térni a Vincellér útra, tehát ezen a Kishegyi úton sétáltam idáig, tehát csak idáig sétáltam ezen a Kishegyi úton. Ugye itt van ez az útkereszteződés, ugye arra tovább egyenesen halad a Kishegyi út, de a Kishegyi út az tovább arra halad, mert tovább arra halad a Kishegyi út, ez pedig itt a Görbe utca, ez itt a Görbe utca, lányok és fiúk, az pedig ott lent a háttérben a Balaton, tehát az ott lent a háttérben pedig a Balaton, és ez pedig itt ugye a Görbe utca, de nem arra megyek, mint ahogy nem is a Kishegyi úton megyek tovább, tehát nem arra megyek, az ott ugye Kishegyi út, tehát nem arra fogom folytatni a sétámat, hanem egy kicsit előrébb jövök, és itt majd mindjárt rá is térek a Vincellér útra, tehát arra tovább egyenesen Kishegyi út, de nem arra megyek, hanem így elfordulok balra, és arra felé fogok menni, tehát arra, ez pedig itt már a Vincellér út konkrétan, és ezen az úton fogok végül is bejutni Palóznak faluba. És akkor el is indulok ezen a Vincellér úton, haladunk arra Palóznak falu felé, egyértelműen, mert ez ugye Palóznak faluba fog bevinni engemet. Csak előbb megmutatom nektek, hogy ez a Vincellér út, íme, ugye itt van a tábla, egyértelmű, Vincellér út, és most ezen a Vincellér úton fogok végül is bejutni Palóznak falura, ami már Palóznak falu területén vagyok mellesleg, mert ez már Palóznak falu területe tulajdonképpen, de ezen a Vincellér úton fogok bejutni Palóznak falura tulajdonképpen, tehát itt valamit látjátok, hogy Vincellér út, és ezen a Vincellér úton fogok bejutni. És akkor folytatom is tovább arra felé a sétámat, haladunk is tovább, lányok és fiúk, úgyhogy ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, hisz az én csatornámon csak ilyen videók vannak tulajdonképpen, mert ilyen videók vannak az én csatornámon, csak ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videók. És amint látjátok, már az út ível is jobbra, ugye szépen ívelünk jobbra, tehát amint látjátok, szépen ível az út jobbra, és én is haladok az úttal haladok az úton végig, és végül is be fogok jutni Palóznak faluba, mert be fogok jutni Palóznak faluba tulajdonképpen ezen az úton. Itt van egy új szőlőültetvény, tehát itt ilyen új telepítésű szőlőültetvény van arra felé, tehát hogy vannak ezek a karók itt leszúrva, tehát ezek a karók itt vannak leszúrva, itt szőlőültetvény van, méghozzá egy új szőlőültetvény, amit szerintem az ősz folyamán ültettek, illetve ültettek, ugye már a vesszőt ugye el kellett dugni, és amint látom, szépen meg is eredtek ezek a vesszők, szépen meg vannak eredve, és ugye itt ez egy új szőlőültetvény tulajdonképpen, lányok és fiúk, mert ez itt voltak éppen egy új szőlőültetvény lesz, amint látjátok, és ugye már a karók is be vannak helyezve, ezek az akáckarók, vagy tölgyfakarók, vagy nem is tudom milyen karók akarnak ezek lenni. A lényeg az az, hogy itt egy új telepítésű szőlőültetvény van, és akkor én folytatom is tovább a sétámat, haladunk tovább arra Palóznak falu felé, egyértelműen. Hát most már be fogok jutni Palóznak faluig, ez már 100%. Hát lányok és fiúk, végül is az úti célomat el fogom érni, mert erre a mai napra ezt találtam ki magamnak, hogy a Mária utat követvén Csopakfaluból átsétálok egészen Palóznak faluig, és ebbe a három videóba ezt láthattátok, tehát ebbe a videóba is, az ezt megelőzőbe is, meg az azt megelőzőbe is, mert konkrétan ezen a szombati napon ez volt a harmadik videóm, lányok és fiúk, és ugye ebbe a három videóba azt láthattátok tulajdonképpen, hogy én a Mária utat követtem mind végig, és hogy Csopakfaluból ugye elindultam a Mileumi Parkból, a Csonkatoronytól, és végül is ezen a Mária úton át fogok jutni egészen Palóznak faluig, mert nem sokára meg is érkezek Palóznak faluba, mert hamarosan megérkezek, pillanatokon belül, hát nem annyira pillanatokon belül, de megérkezek. Közben itt is van egy szőlőültetvény, ezt is megmutatom nektek. Ez is egy új telepítésű szőlőültetvény, amint látjátok. Itt is ugye már le vannak szúrva a karók, illetve be vannak helyezve a karók, tehát le vannak másva. És ugye majd erre fogják, ugye ezekre a karókra majd ugye drótot fognak kihúzni a karók közé, és a szőlő majd arra fog szépen fölkapaszkodni a karókra.
vagyis a drótokra, illetve a karók valójából a drótot fogják tartani, amire a szőlők föl fognak kapaszkodni, mert itt is egy új telepítésű szőlőültetvény van, lányok és fiúk. Tehát ez is egy új telepítésű szőlőültetvény, amint látjátok, ami itt van. Tehát teljesen új, ez konkrétan tavaly őszön tették ide ezt az ültetvényt, tavaly ősszel rakták le ezeket a vesszőket, és ezek a szőlővesszők csodálatosan szépen meg is eredtek, ahogy elnézem, mert szépen megeredtek ezek a szőlővesszők, ezek a kis szőlővesszők, mert megeredtek, mert mindegyiknek szépen ki van zöldelve a levele, és ugye ez itt egy új telepítésű szőlőültetvény tulajdonképpen. És akkor én folytatom is tovább a sétámat ezen a Vincellér úton, tehát haladok tovább ezen a Vincellér úton egészen Palóznak faluig, mert végül is ez az úti célom, hogy bejuss a Palóznak faluba, és közben mutatok nektek egy panorámát, hogy hogy néz ki innen föntről a Balaton, ugye arrafelé a Balaton látható, ugye így néz ki ez a környék, ugye abba az irányba a Balaton látható, amint látjátok, lányok és fiúk, tehát arrafelé ugye a Balaton látható, abba az irányba, amint látjátok, lányok és fiúk, tehát arrafelé a Balaton van egyértelműen, és itt is van egy szőlőültetvény, itt van egy mandulabokor, és akkor haladunk is tovább ezen a Vincellér úton, mert ez a Vincellér út konkrétan, amin most éppen sétálok, és ezen a Vincellér úton fogok végül is bejutni Palóznak falura, és a mai napra ez volt nekem kitűzve úti célnak Palóznak falu, és lassacskán meg is érkezek Palóznak falura tulajdonképpen, mert megérkezek egyértelműen, lányok és fiúk, és ez az út végül is ott lesz a vége, amikor megérkezek Palóznak falura, tehát az útnak ott lesz a vége konkrétan, meg az én sétámnak is, meg ennek a videónak is tulajdonképpen, amúgy ez a videó már mióta megy. Hát 13 perce megy ez a videó, és akkor haladunk is tovább ebből a sétával, itt a Vincellér úton, haladunk arra Palóznak falu felé egyértelműen, és közben mutatok nektek mindjárt egy csodálatosan szép panorámát, mert nagyon szép innen föntről nézve a Balaton, csodálatosan szép látvány, de mindjárt ezt meg is fogom mutatni nektek, csak egy kicsit még haladjunk előrébb, de mindjárt megmutatom nektek. Hát lányok és fiúk, ugye haladunk tovább ezen a Vincellér úton, és akkor mindjárt meg is mutatom nektek itt a Balatont, illetve a Palóznak öblöt, most elfordulok jobbra, és ha én itt jobbra elkanyarodok, tehát elkanyarodok a videó a kamerával együtt, és voilà, voilà, az pedig ott a Balaton, lányok és fiúk, tehát ott az ott lent a Balaton egyértelműen, tehát az ott lent a Balaton, lányok és fiúk, végig, ott ugye van egy pincészet, ugye ott van egy pincészet, amint látjátok, itt ugye van egy szőlőültetvény, ugye itt ez egy szőlőültetvény tulajdonképpen, ez is új telepítésű szőlőültetvény, mert ez is új telepítésű, és az pedig ott lent egyértelműen a Balaton, lányok és fiúk, tehát az ott lent tulajdonképpen a Balaton, ami így néz ki, nagyon szép innen föntről nézve a Balaton, amint látjátok, az ott arrafelé van már, az ott már Palóznak falu, tehát az a templom torony, ami ott látszik, most nagyjából középen van, nagyjából, ugye, az ott a palóznaki templom torony, és az pedig ott lent a Balaton, lányok és fiúk, az ott lent a Balaton, ami így néz ki, és megmutatom nektek, hogy honnan jöttem, hogy honnan jövök, tehát onnan jövök, tehát onnan jövök, abból az irányból jövök, arrafelé van Csopakfalu, tehát onnan jövök, lányok és fiúk, és akkor visszafordítom magamat irányba, és folytatom tovább a sétámat egészen Palóznak faluig, az pedig ott lent ugye természetesen a Balaton, amint látjátok, tehát az ott lent egyértelműen a Balaton, amit ott láttok lent a háttérbe, ott nagyon lent, az egyértelműen a Balaton, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és itt van egy új telepítésű szőlőültetvény, amint látjátok, és az pedig ott lent a Balaton. Hát lányok és fiúk, így néz ki innen föntről a Balaton, így néz ki, innen föntről nézve a Balaton konkrétan, innen a Vincellér útról nézve, így néz ki a Balaton, ahogy láthatjátok. Amúgy ugyan ilyen szép idő van itt amúgy most jelenleg itt Palóznak faluba és környékén, ilyen gomoly felhőség volt valamint látjátok, ragyogó napsütés, vannak ilyen gomoly felhők is, amint látjátok, és az pedig ott lent a Balaton, ez pedig itt egy új telepítésű szőlőültetvény, és akkor
Folytatom is tovább a sétámat arra felé. Haladunk tovább arra Palóznak falu felé egyértelműen. Közben föltámadott a délnyugati szél. A szélzajé pedig elnézést és bocsátot kérek tőletek, hogy egy kicsit szélzajosak leszünk. De én már megszoktam tulajdonképpen, hogy én akárhányszor elindulok videózni, vagy éppen videózok, az szinte 100% biztos, hogy valamilyen szél fog fújni. Hát ez most sincs másképp, mert most is igaz, nem erős szél fúj, mert gyenge délnyugati szél fúj tulajdonképpen itt Palóznak faluba és környékén. És akkor haladunk is tovább ebből a sétával, lányok és fiúk. Itt a Vincellér úton, amint látjátok még mindig, mert ez tulajdonképpen a Vincellér út, és ezen a Vincellér úton fogok végül is bejutni Palóznak faluba, és majd ott Palóznak faluba, amikor megérkezek, le is fogom zárni ezt a videót tulajdonképpen, meg ezt az egész sétát, mert le fogom zárni konkrétan, mert ugye a mai napra ezt találtam ki magamnak, ezt a kis sétát, így az éjszakás műszak után, meg 2 óra alvás után, hogy Csopak faluból a Mária utat követvén átsétálok Palóznak faluba. És akkor itt még van egy szőlőültetvény, amit így megmutatok nektek. Hát itt van egy ilyen szőlőültetvény is, amint látjátok, lányok és fiúk, mert itt van egy szőlőültetvény is. Az ott a háttérben ugye, az ott ugye a Csákányhegy. Az ott a Csákányhegy, itt van egy szőlőültetvény, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Így, meg is mutatom nektek ezt a szőlősort. Tehát itt ugye egy szép szőlősor van, amint látjátok. Nagyon szép. Itt van egy diófa. És akkor haladunk is arra Palóznak falu felé a továbbiakban is. Hát most már tulajdonképpen már pillanatokon belül megérkezek Palóznak faluba, tehát már pillanatokon belül meg fogok érkezni. Mert itt lemegyek itt ezen a lejtőn, és meg is érkeztem tulajdonképpen Palóznak faluba. Mert megérkeztem tulajdonképpen, lányok és fiúk. Itt lemegyek ezen a lejtőn, itt nem sokára vége is lesz a Vincellér útnak. Mert nem sokára vége lesz a Vincellér útnak, ez a néző, hogy megy a felvétel. Nem látom. Jó, megy a felvétel. És akkor haladunk is tovább. Lányok és fiúk, itt most lemegyek ezen a Vincellér úton. És végül is meg is fogok érkezni Palóznak falura tulajdonképpen. Megérkezek Palóznak faluba voltak éppen. És ugye ez volt a úti célom végül is, erre a mai napra ezt találtam ki magamnak, hogy Csopak faluból, a Mileumi parkból, a Csonka toronytól átsétáltam a Mária utat követvén, egészen idáig, Palóznak faluig, majd mindjárt azt is megmutatom nektek, hogy ez még mindig a Mária utat követem tulajdonképpen, mert mindjárt megmutatom nektek a jelet, ami egyértelműen azt fogja jelezni, hogy még mindig a Mária utat követem. És ugye mindvégig ezt követtem tulajdonképpen, mióta elindultam Csopak faluból. Íme lányok és fiúk, itt van, Mária út. Tehát ezt az utat követtem mindvégig. Mindvégig ezen a Mária úton sétáltam. Ugye itt van a Mária útnak egyértelműen ez a Mária, Balatoni Mária útnak egyértelműen ez a jelzése. És ugye ezen indultam el tulajdonképpen Csopak faluból, a Mileumi parkból, illetve a Csonkatoronytól ezen a Mária úton. És akkor haladunk is tovább, itt nem sokára vége is lesz a Vincellér útnak tulajdonképpen, és valójában ennek a videónak is vége lesz. Hát itt van egy kerekes kút, amint látjátok, de erről már van videó a csatornámon, úgyhogy nézzétek meg. Tehát erről a kerekes kútról már van egy külön videó a csatornámon, mert van, ezt majd nézzétek meg, mert van erről már videó a csatornámon, erről a kerekes kútról, mert van. Ugye, ez itt egy kerekes kút, ami ugye már nem működik, egyáltalán nem működik, már akkor kipróbáltam abba a videóba, amit ugye erről a kútról csináltam konkrétan. Ez a kerekes kút amúgy itt található Palóznak faluba, a Vincellér útnak a végén. Tehát ez a kerekes kút, ez itt található, de erről már van videó a csatornámon, úgyhogy nézzétek meg. Erről van egy külön videó erről a kútról a csatornámon, azt nyugodtan nézzétek meg. És akkor haladunk is tovább, és valójában itt van vége a Vincellér útnak, lányok és fiúk, mert valójában vége is van a Vincellér útnak, és valójában ennyi volt ez a videó is tulajdonképpen. Ugye itt van, hogy Vincellér út, tehát itt van a Vincellér útnak a vége, egyértelműen, lányok és fiúk, ez itt a Vincellér útnak a vége tulajdonképpen. Végül is megérkeztem Palóznak faluba, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó tulajdonképpen. Majd megérkeztem végül is.
és ugye ez a Vincellier útnak itt van vége, itt beletorkózik ebbe az útba a Vincellier út, és valójában már itt vagyok Palóznak faluba tulajdonképpen, és ugye ez már itt Palóznak falunak a Tódi utcája, tehát Tódi utca, ez már Palóznak falunak a Tódi utcája, ugye én onnan jövök, ugye Vincellier út, én onnan jövök, arrafelé van Csopak, tehát onnan jövök, egy kicsit lejjebb jövök, tehát így megmutatom nektek ezt az utat, tehát onnan érkeztem, az ott a Vincellier út, arrafelé van Csopak, onnan jöttem, itt van vége a Vincellier útnak, a Vincellier út beletorkolódott ebbe az útba, ez az út, ez fölvisz a Csákányhegyre, erről is van videó a csatornámon, nézzétek meg, mert nézzétek meg, erről is van videó a csatornámon. Tehát én onnan jöttem Csopakfalu irányából, ez ott Vincellier út, arrafelé van Csopakfalu, és fordulok egy kicsit, és íme, megérkeztem Palóznak faluba tulajdonképpen, mert megérkeztem, és ennyi is lett volna tulajdonképpen ez a videó, még itt lesétálok ide, itt lesétálok itt még egy darabon, és valójában vége is van ennek a videónak tulajdonképpen. Végül is megérkeztem ugye Palóznak faluba, a Mária utat követtem mindvégig, mert a Mária úton jutottam át egészen idáig Palóznak faluig, lányok és fiúk, és ebbe a három videóba, amit én ezen a szombati napon készítettem nektek, így május 11-én, ebbe a három videóba konkrétan ezt láthattátok, hogy Csopakfaluból, a Milaomi Parkból, hogy jutottam át egészen idáig, Palóznak faluig tulajdonképpen, mert ez itt már Palóznak falu, lányok és fiúk, és valójában itt véget is ért tulajdonképpen ez a séta részemről. Hát itt valójában már véget is ért ez a séta, lányok és fiúk, ennyi lettem volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Természetesen ezt a videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, illetve lehet írni majd kommentet a komment szekcióba, és akkor jöjjön az elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Természetesen ezt a videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, illetve lehet írni kommentet a komment szekcióba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon szépen köszönöm én annak a 658 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! Nos, lányok és fiúk, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, meg az ezt megelőző kettőt is. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy jó, tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett nektek a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha nem tetszett, nyomjatok rá egy diszlájkot. És meg is írhassátok a véleményeteket erről a videóról, a csatornámról a komment szekcióba. Írjátok meg a véleményeteket nyugodtan. Nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett ez a videó nektek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá egy diszlájkot, és meg is írhassátok a véleményeteket tulajdonképpen erről a videóról a komment szekcióba. Nos, lányok és fiúk, ennyi lettem volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan jelentkezek újabb videókkal, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, és ahogy mondottam, nagyon szépen köszönöm én annak a 658 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! Nos, lányok és fiúk, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hamarosan jelentkezek újabb videókkal is. Addig is legyetek türelemmel és megértéssel, és ne feledjétek. Hamarosan jelentkezek újabb videókkal. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel, Frici, Palóznak faluból. Sziasztok!